Puskás Akadémiát fogadta a Dunaújváros Pase az OTP Bankliga 24. fordulójában. A találkozó elején főleg a mezőnyjáték dominált, nem forogtak veszélyben a kapuk. A 18. percben aztán Csehi Tamás góljával megszerezte a vezetést a hazai csapat. Nem sokkal később azonban büntetőhöz jutott a vendéggárda. A 11-est Lencse váltotta gólra, így döntetlennel vonulhattak pihenőre a felek. A második játékrészt nagy lendülettel kezdte a Dunaújváros Pase. Ennek meg is lett az eredménye, hiszen a Nikházi buktatásáért megítélt büntetőt a csapatkapitány Bőr Zoltán váltotta gólra. A vezetés tudatában visszaálltak a hazaiak, ez azonban megbosszulta magát. Lencse ugyanis a 85. percben előbb egyenlített, nem sokkal később pedig a győzelmet jelentő találatot is megszerezte. Így a Dunaújváros Pase elszenvedte első vereségét Partner Tamás edzősége alatt. A játékosok csalódottak voltak a mérkőzést követően. Sajnos megint, amit tudok mondani, hogy hát be kell rúgnunk a helyzeteket, és ugye jó, most nem akarom a bírót bántani, de én azt gondolom nem volt a helyzet magaslatán ez a mai napon, de menni kell tovább. Ugye egy 0-ás vezetés után, hogy kiegyenített az ellenfél és másodjára, és meg tudtuk szerezni a vezetést, azt gondoltam, hogy ez elegendő lehet mai napon, de hát sajnos az ellenfél nem úgy gondolta, és az is hozzátartozik, hogy a végén az utolsó 5-10 percben nem igazán tudtuk kontrollálni a találkozót, és sajnos az oda vezetett, hogy megfordították az eredményt. Artner Tamás a hazaiak vezetőedzője kiemelte. A csapat remekül kezdte mindkét félidőt, azonban a folytatásban alább hagyott a koncentráció, ennek köszönhetően fordíthatta meg a mérkőzést a Puskás Akadémia. Én úgy érzem, hogy kezünkben volt a mérkőzés, itt az utolsó 15-20 percben viszont szétestünk. Azt lehetett látni, hogy azok az embereim, akik a biztonságot, labdabiztonságot megadták a pálya közepén, azokat le kellett cserélni kényszerűségbe, és nem tudtuk már birtokolni a labdát. A Puskás pedig mindent megpróbált annak érdekében, hogy megfordítsa a mérkőzést, és sajnos ez sikerült is. Vereségének köszönhetően a Pase továbbra is a tabella utolsó helyén áll, de mindössze egy pont választja el a 14. már biztos bennmaradást jelentő helyezéstől. A következő fordulóban az Újpest gárdája látogat a Dunaújvárosi stadionba.